Az idei nyár eddigi szerencsésnek mondható, ami a tűzoltó beavatkozásokat illeti, ugyanis az elmúlt több mint fél évben 61 szabadtéri tűzesethez kellett vonulniuk a Tolnavár megyei lánglovagoknak, ami a tavalyi azonos időszakban keletkezett 159 esethez képest lényegesen kevesebb. Ezzel szemben 2023 első felében már három alkalommal pusztított hatalmas vihar az országban, ami jelentős gondot okozott Tolnában is. Februárban összesen 379 riasztás érkezett az orkán erejű szél okozta károk miatt a vármegyei tűzoltókhoz. Június 24-én szintén egy hasonló vihar 24 települést érintett egyébként itt Tolna vármegyében. Ez 57 darab beavatkozást illet, megint csak az erős szél az, ami a legtöbb fát kidöntötte, és ugye a problémát okozta így a lakosságnak. Még egyébként, hogyha most jól emlékszünk, itt a július 27-én szintén egy viharos szél, erős szélen járó vihar az, ami tarkította egyébként az éjszakát, így reggelre sokan azt tapasztalták, hogy ismételten fák dőltek egyébként az otthonaikra, kerítésekre, valamint megbontotta egyébként a tetőhíjazatát a szél. A szóvivő azt mondja, hogy mivel jelentősen megszaporodtak a vihar okozta problémák Tolna vármegyében, érdemes előre felkészülni, tájékozódni. Ezt akár az Országos Meteorológiai Szolgálat, illetve a Katasztrófa Védelem honlapján is megtehetjük. Érdemes egyébként tájékozódni a lehető legtöbb forrásban, és értelemszerűen az elsődleges a saját testi épségünk, a családtagjaink, barátaink és a saját életünk, tehát ennek a védelme a legfontosabb. Nyilván ennek érdekében célszerű mindenképpen zárt, egy biztonságos zárt helyen tartózkodni, amit megtehetünk egyébként annak érdekében is körültekintően, például akár az értéktárgyainkat olyan szinten megóvni. Most akár lehet ez az udvaron tárolt különböző játékok, egy libikóka, vagy egy pavilon, amit könnyen felkap a szél és odébb állíthat, vagy például a gépjárművünk, amelyekkel ilyenkor érdemes a nagy fák alatt történő parkolást is mellőzni. Értelemszerűen biztonságos helyet célszerű válaszolni egyébként a gépjárműveknek is erre a fajta közlekedésre. A szóvivő hozzátette, hogy az erős szél a legtöbb esetben fenyőfákat döntött ki. Ennek oka, hogy a növények gyökerei kevésbé vannak mélyen a talajban, ezért érdemes azokat időben felmérni, megnézettetni és adott esetben eltávolítani, hogy az ne dőljön rá az autókra, házakra egy nagyobb viharban.